vegyes vallású családból származok. Édesapám református vallású volt, én pedig hát ugye, hát az édesanyám katolikus, de hát mind fiúk lettünk a testvéreimmel, és mégis hát ugye édesapám engedte, hogy mind katolikusok legyünk, tehát nem evangélikus, nem reformátusok. Nagyanyám az pedig minden nap ment a templomba, mert hát ráért, hogy el tudja menni a templomba, és engem hát egész kicsi koromtól fogva, mivel hát ugye majdnem ő nevelt, hát vitt ugye magával a templomba. Az asszonyok ugye látták, hogy én mindig ott vagyok, és hát egy jó gyerek vagyok, mindig érdeklődtek utána. Meg hát engem is szoktak kérdezni, ugye gyerekes módon, hogy na hát mi leszel, ha nagy leszel. És én már akkor azt mondtam, hogy új misémen, ezüst misémen, arany misémen, meg most gyémánt misémen is ez lesz a jelmondat, ugye. Amihez aztán ragaszkodtam is ám életemben, az volt ugye Máténak a részleté, de Máté evangéliumából az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát ez egy hosszú mondat volt, de ez volt, és ezt mondjuk én egész életemben igyekeztem megtartani, hogy én mindig azon voltam, hogy az embereknek szolgáljak. Én nekem kell segíteni másokat, nem engem kell segíteni.